Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Műsorunkat egy fontos hírrel kezdjük. A harmadik fordulóban lejátszott Bádogos Polyák BT mérkőzést, mely egyébként 3-3-mal végződött, a Bádogos játékvezetői műhibára hivatkozva megóvta. Az óvást a szövetség elfogadta, így a találkozót újra kell játszaniuk a csapatoknak. És most térjünk át a 9. forduló mérkőzéseire. A hét egyik rangadójának a Turul Line és a remekül szereplő MÁV Gépészet Alba Kerelme 57 Kft. Összecsapásaig érkezett. Lássuk a mérkőzést. A Városi Kispirás labdarúgó bajnokság első osztályában, a 9. fordulóban a jelenleg második helyen álló MÁV Gépészet a 6. Turul Line ellen csap össze. Fekete-fehér mezben jobbról balra a MÁV Gépészet, míg ellenkező irányban balról jobbra a pályaválasztó Turul Line csapat a kék mezben. Az első helyzet a MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Játékosai előtt adódott. A labda azonban a kapu fölé szállt. Magda Karal. Mádi. Monics Pétert próbálta becsapni, ez nem sikerült. A két csapat összeállítása a Turul Line kapuját Fekete Ferenc őrzi, hogy aztán megszokhatjuk. Aztán mezőnyben jelenleg a kezdő együttesben 11-essel Karal Bálint, 10-essel Kis Róbert, 6-ossal Magda Csaba, 14-essel Mádi Csaba, és 20-assal pedig Molnár Tamás. A MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Kapuját Németh Attila őrzi, és a kezdő együttes további tagjai 10-essel Bogor Károly, 8-assal Kiviti Lajos, 6-ossal Egerszegi Zoltán, 13-assal Monics Péter és 15-össel Pusztai Attila. Egy MÁV Gépészet szabadrugás következik. Másfél perc telt el a mérkőzésből. A távolság 10,5 méter. Két tagú a Turul Line sorfala. Pusztai a labda mögött legurítja Monicsnak, aki egy lövőcsel után tovább viszi a labdát. Majd Kis Róbert mellett is megpróbált elmenni. Ezen sikerült, hiszen a Turul játékosa kiszorította. Magda Karal. A MÁV Gépészet idén eddig 11 mérkőzés alatt remekül szerepelt a bajnokságban. Emlékezzünk csak rá vissza, hogy a MÁV Gépészet mondhatni újoncként szerepel az első osztályban, hiszen a legutóbbi idényt az NB1B-ben töltötte a csapat. És a 11 mérkőzés alatt 7-szer tudott nyerni, 2-szer játszottak döntetlent, és 2-szer szenvedtek vereséget. Igen jó a mérlegük, de hát a második legjobb egyébként a mezőnyben, hiszen a MÁV Gépészetén csak az Aprilia teljesített jobban. A Turul Line teljesítménye hullámzónak nevezhető, hiszen fájó vereségek is becsúsztak idén az eredmények közé. 11 meccsből 6-szor tudott nyerni a Turul, 2-szer végzett döntetlenre és 3-szor kapott ki. Ennél valamivel többet lehet várni a Turul Line csapatától, de azért ez a mutató sem rossz, hiszen nem sokban marad el a jelenlegi ellenfelétől, a MÁV Gépészettől. Magda lövése levágódik, Turul bedobás következik. Molnár nem jött igazán jól a labda, picit magas volt, így a kapás lövés célt tévesztett. Paral vette a labdát Pusztaitól, aztán kivezeti az oldalvonalon túlra.
Bodor. Magda fejelte vissza. Monics. Pusztai. Para elszerelte. Mádi. Molnár. Paralnak vissza. Kis Róbert. Az ötödik percben járunk, és eddig a turulláin a kezdeményezőbb. A kékek birtokolják többet a labdát. A Mád gépészet pedig úgy tűnik, hogy kivázsásra játszik. Molnár hát a túloldalra Mádinak, aki fejjel próbált középre centerezni. Kis Róbert is még visszakerül. A turul játékosai az a labda. És aztán német kapus gurítja ki. Monics. Paral. Molnár. Magda lövi el távolról. Német impozáns vetődéssel tolja szögletre a labdát. Hatodik perc, 0-0-ás mérkőzés állás. Monics lépett ki, és szabadította fel a MÁV gépészet kapuját. Paral. Magdának emeli be a védők mögé. Ismét visszakerül Magdához a labda beközépre, és Molnár lába előtt suhan el a játékszer. Azonban beleért egy fekete mezes játékos, így a turullány végezhet el bedobást Paralla egészen hátra, a fekete kapusig. Molnár. Ezzel lesz a megoldás Paralltól. Bodor megmozdulása már nem volt az. Mádi lábára tartott rá. A 9-es vonalon a labda. Magda Csaba készülődik el végezni a szabadrúgás. Mádi Csabát hívja magához, de aztán nem őt választja, hanem Paralt, aki egyből fejel a kapu mellé. A 8. percben eddig gól nélkül. Kiriti. Mádi lépett ki, nagyon jó ütemben és előzte meg Pusztait. Aztán Molnár ad egy rossz labdát. Cserél a turul, mégpedig sorcserét hajt végre. Most a pályán 13-assal Kis Gábor, 8-assal. Kovács Attila, 18-assal Farkas István, 99-essel Rózsa Csaba, és 5-össel Schneider Tamás. Kovács. Monics. Rózsa mellett nem tud elmenni. Monics bedobása. Schneider. Kovács. Majd Rózsáról lett ki a labda. Monics bedobása. Kis Gábor. Fülelte le a paszt.
Kis Gábor. Rózsa. Szöglet. Kirit ért bele. Farkas István érkezik a szögletrúgáshoz. Pusztairól kipattan a labda. Kovács gyűjti be. Kiriti. Egerszegi. Pusztai Feketének kellett bizony bravúrral visszalépnie. Lábbal hárított. Tizenegyedik perc. Még mindig 0-0 a mérkőzés állása. Hát érzésem szerint kirúgásnak kellett volna következnie, hiszen Pusztaira visszapattant a labda. Most azonban teljesen jogos a szöglet. Monics érkezik, és a hádótartó vasat találta el kívülről. Kis Gábor, Egerszegi majdnem labdát szerzett. Monics Rózsát csapta be, aztán könnyelmű volt picit. Pusztai szerzi vissza a labdát. Kiriti. Monics. Rózsa pattintotta rá a labdát. Ebből fordulhat most a turul. Schneider. Farkas. Nem találta el túl jól a labdát. Vagy éppen egyáltalán nem találta el. Gábor. Kovács. Farkas István esik el. Monics támadta hátulról. Kiriti. Kis Gábor. Kodor előzte meg Rózsát a levegőben, Pusztai sarokkal szerette volna a játékos társát megjátszani. Monics. Rózsa kézzel ér a labdába, de mehet tovább a játék. Monics még mindig. Farkas István végül az, aki útját állja. Rózsa. Bodor volt szabálytalan. A torullány szabad rúgását Kis Gábor végzi el. Kovácsnak gurítja le. Német kapus lépett ki a gólvonalról. Farkas fel a magasba. És ez a MÁV gépészeté. Csúsztatja. Fekete lépett ki a kapujából. Nézzük, hogy a MÁV gépészet kiket tudott legyőzni az idei bajnokságban. Az első fordulót rögtön a Cooper SC-vel kezdte, és nyerni tudott a második játék héten. Egy egyes döntetlenre végzett a Kurfecával. A harmadik fordulóban a Bombont győzte le, de mint tudjuk, a harmadik fordulót a múlt héten bonyolították le. Illetve a harmadik forduló elmaradt mérkőzéseiben múlt héten játszották le, és ekkor játszott a MÁV gépészet is. A negyedik fordulóban ismét egy döntetlen a Bádogossal. Az ötödik játék héten az első vereség az Aprilia Motorosboltól 4-2 arányban. Aztán következett a hatodik játékhét, 3-2-es győzelem a Total Food ellen. A hetedik fordulóban 9-5-ös győzelem a Süni ellen. A nyolcadikban 5-0-ás győzelem a Polyák BT ellen. A kilencedik forduló mérkőzését ugye most játsszák. A tizedik fordulóban majd
vasárnap léppályára a MÁV építészet a maratonsport ellenében. A 11. játék héten a Fevitától 7-4-re kapott ki a MÁV építészet. A 12. fordulóban a Fedél Kft-t 2-1-re verte, és a 13-ban pedig a Csíkuszvét 4-3-ra a Fekete-Fehér együttes. Tehát az eredmény listája a MÁV építészetnek. Közben Rózsa próbálkozik, nem találta el a kaput. A 16. percben 0-0 az eredmény. És hogyha felsoroltam a MÁV építészet eredményeit, akkor most következzen a Turulline eredmény sora. A Nyitányon az Apriliától 4-2-es vereséget szenvedett, aztán a folytatásban a Fedél Kft-t 6-1-re verte, majd a Totálfutball egy 3-3-as döntetlen tette teljessé az eredmények különbségét. A 4. fordulóban ismét egy döntetlen a Csíkuszvével szemben, az 5. a Sünés barátaitól elszenvedett 6-5-ös vereség következett. A 6. fordulóban mérkőzés nélkül 3-0-ra nyert a Turulline a Cooper SC ellen, hiszen akkor a Cooper nem állt ki. A 7. játék héten a Folyák BT-t 5-3-ra verte a Turul. A 8. 8-3-ra a Klubfecát. A 10. fordulóban a Bombonnal találkozik majd a Turul csapata. A Maratonsporttól 5-2-re kapott ki a Turulline, ez bizony igen fájó vereség lehetett. A 12. fordulóban a Bádogost 6-2-re verték, és a 13. pedig a Fevitát 9-5-re. Mindezt elmondhattam, hiszen igazán gólra törő helyzet még nem volt ez idő alatt. A 17. percben továbbra is 0-0 a mérkőzés állása. Schneider. Monics, Bodor, Farkasról megy ki, Lukács, Feketének kellett védenie, és másodszorra veszi csak birtokba a kapus a labdát. Ismét sorcsere a Turulnál, a kezdőcsapat van most a pályán. Parall, Mádi, Magda, Monics fején csúszott meg a labda, Molnár szerette volna visszatenni középre, ez nem sikerült. Monics híveli előre, Parall fejeli le, Lukács és Molnár párharca, végül is nem találkozik a két játékos, de a labdát Lukács szerezte meg, aztán most már Monics a játékszerrel, és megszerzi a vezetést. A mérkőzés 19. percében Monics Péter gondolt egyet, és nem passzolt, hanem távolról, majd hogy nem a felező vonalról lövésre vállalkozott, és a laposan guruló labda bizony becsapta fekete kapust, aki jobbra mozdult. A labda pedig a bal sarokban kötött ki. Ezzel 1-0-ra vezet a MÁV gépészet Albakeránya 57 Kft. A találkozó 19. percében, és már is az ellentámadásból Magda Csaba veszélyeztetett. Kis Róbert és az 5-ös számmal játszó 6-os Roland lépett bele a labdába. Hát azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy váratlan a MÁV gépészet vezetése, hiszen többnyire a Turulline birtokolta a labdát a mérkőzés eddigi perceiben. Pusztai. A
gratulálnak mindenképpen ahhoz, lenne fontos, a győzelemért járó három pont, hogy felzárkozzon az élmezőnhöz. A MÁV képészet pedig győzelmével bebiztosítaná második helyét az idei bajnokság őszi idényében. Kis Robert, Farkas Roland piszkált bele a labdába. Magda. Pusztai. Szép megoldás, de haszontalan, hiszen kis Robert várta a labdát. Parall előzte meg Pusztait. Magda. Bedobás Molnár, és ismételhet Molnár Tamás. Pusztairól megy ki a labda. Kis Robert veszi kézű a labdát, és aztán Molnárhoz dob. Most pedig már a MÁV fordulhat. Monics próbálkozott ismét egy lövéssel a másik oldalról most. Farkas Roland újabb szögletet végezhet el. Kis Robert előre vágja. Odor érkezik. Megpróbálta Molnárt kiszorítani, ez sikerült is. Molnár még visszanyúlt, rápattintott a labdát Bodorra. A játékvezető pedig kirúgást ítél. Így az már a vonalon kívül volt, amikor Bodor hozzáért a labdához. Farkas Roland lövését láthattuk, melynek nyomán az oldalhálóban kötött ki a labda. Magda bombája pedig a kapu mellé és fölé száll. A 23. percben 1-0-ra vezet a MÁV Gépészet Alba Kerelme 57 Kft. Pusztai veszi már a labdát, Parall támadja, Monics zárkózik fel, kapja is. Nem volt rossz az elképzelés, Lukács várt a középen. Azonban a paszt lefülelték a túl védői. Mádi kioszt egy kötényt Lukácsnak. Molnár teljesen egyedül, német kapussal szemben, és most a hálóőr jött ki győztesen ebből a párharcból. Molnár nem tudta mellette elgurítani a labdát. Molnár Tamás szép csel, Parall. Molnár kapja, de nem tudta jól levenni. Pusztai, Lukács. Farkas, Lukács kapja vissza, szép támadás, szép kombináció, a labda azonban a kapufáról. Na és persze fekete kapust érintve hagyta el a játékteret. Most pedig már a Turullán vezethet támadást. Parall, Monics lépett bele, Pusztai, felé vinkult a játék valamelyest. Kis Robert, Molnár, óriási lövés. Német véd, és szögletre ment. Magda szöglete Parallnak gurítja le, aki egy óriási gólt ragaszt a MÁV Gépészet Alba Kerelme 57 Kft. Kapujába. Egy jó szöglet kombináció. Parall Bálint érkezett, és kapásból lőtt a kapu közepébe. 1-1 a 25. percben.
első félidő végére azért egalizálja az eredményt a Turulány, és ezzel majd a második 25 percben minden kezdődhet előről, feltéve, hogyha ebből a támadásból nem születik találat. Magda levágódik, és a rendes játékidőből még 8 másodperc van hátra. Lukács lövésére pedig az egyenlítő gólszerzője Parral lép bele, de nincs tovább, másodperce pontosan letelt a 25 perc, így egy egyes mérkőzés állásról folytathatják a játékosok a mérkőzést. Második félidőt a Turul második sora kezdi. Farkas, Kovács. Rózsa, gól! A 22. másodpercben a második félidőben megszerzi, pontosabban átveszi a vezetést a Turullány. Rózsa Csaba fejelt a MÁV gépészet kapujába a bedobást követően. 26. percben tehát fordít a Turul. Schneider. Német. Bravúrral véd. Megpattant. Egy védőn a labda. Pusztai. Schneider lépett be a lövésbe. Két kékmezes is kiröpült, megelőzve Pusztait. Bodor, Egerszegi, Pusztai, Bodor, kint van. Kovács. Schneider rúgja ki. Monics. Bodor. Pusztai. Egerszegit szerette volna játékba hozni a bal oldalon. A labda azonban hosszú volt. Schneider László kirúgása. Bodor fejelte vissza. Rózsa. Kovács. Monics szerelt. Farkas. Látványos mozdulattal húzta a labdát kapura. Az azonban elkerülte a ketrecet. Bodor. Második félidő negyedik perce. 2-1-es túl vezetés. Monics, Bodor. Monics kapja vissza, Feketének kellett védenie. És ez pedig már kint volt. Egerszegi veszi el tőle a labdát, és aztán a kapuba helyezi azt. Egyenlít a MÁV gépészet. Schneidert
szerelte, egerszegi, és aztán jobbal könyörtelenül a kapuba vágta a játékszert. A második félidő negyedik percében 2-2 az eredmény. Egerszegi most a túloldalon tűnik föl, és aztán Schneiderről pattan ki a labda a szögletre. Pusztai, Egerszegi, Kis Gábor őrizte. Kovács. Kis Gábor, Egerszegi. Kis Gábor érkezett, de szabálytalanul. Rátartott Egerszegi lábára. Ezért jár a MÁV gépészet szabadrúgása. Schneider. Kis Gábor. Nagy gólt lő. Megpattant. Bodorkára jön a labda. Ez becsapta német kapust. És Kis Gábor labdája pedig a MÁV hálójában kötött ki. Ezzel ismét a Torullán vezet 3-2 arányban. Ez a mérkőzés második félidejének 6. percében. Bodor. Egerszegi. Monics. Kis Gábor. Kivitével ütközik, és Kis Gábor lent marad a parketten. Kiliti kér elnézést. Kis Gábor már talpon, Kovács pedig a labda mögött, hogy elvégezze a szabadrúgást. Aztán lerántja Kilitit, és ezért kap egy 2 perces kiállítást. Ember hátrányba került tehát a Turullány csapata. Monics. Bodor. Monics kapja vissza. Aztán ismét Bodornál a labda. De középre, és öngól. Kirítítette be középre a labdát, és a visszaigyekvő Kis Gáborról pattant a játékszer saját kapujába. Itt tehát vezető gólja után egyenlét Kis Gábor. Három az eredmény, második félidő 8. percében. Bodor. Pusztai veszi merre, lő, és végül a kapufát találja el, de kívülről. Lévelte előre a labdát. Kilitére előzte meg Rózsát. Bodor cipőfűzőt köt a pályán kívül. Bodor. Még mindig ember hátrányban a Turul. Monics. Egerszegi. Mellé. Már kiegészülhet a Turullány. Érkezhet is a játékos. Nem jött túl jól
ez a két perces kiállítás a Turul csapatának, hiszen ebből született a MÁV egyenlítő gólja. Kovács bedobása, Schneider tette vissza mellől a labdát, aztán Kovács Attilához kerül vissza ismét. Kis Gábor zárkózik fel, lövés elakadón is van. Kiriti. Kovácsról megy ki a labda. Ám mielőtt még elhagyta volna a játékteret, Kiritire pattant. Ismét túl van egy sorcserén a Turul Line. Második félidő 10. percében járunk, 3-3-as mérkőzésállás. Magda. A betett labdára nem érkezett igazán senki. Molnár lemaradt róla. A német kapus higgadt. Semmi tevéssel kísérte ki a labdát. Hodor. Nem is volt veszélytelen, kirítítette bele a lábát a lövésbe. Magda. Mádi beküzépre, parall érkezik. Jó a centerezés, és 4-3-ra vezet a Turul Line. Mindez a második félidő 11. percében. Parall második gólját szerzi a mai találkozón. Parall. Bodor fejeli vissza. Kis Róbert sarokkal, Parall haza ki előreivel. Lukács. Szöblet. Bodor. Pusztai fekete végül. Kis Róbert. Bodor szereli. Pusztait hozná játékba. Magda azonban visszalép. És megszerzi a labdát. Parall. Végig cikázott a pályán. Majd a kapu fölé lőtt. Német kirúgása, Egerszegi csúsztatja meg, fekete veszi birtokba. Kis Róbert. Parall. Magda. Monics. Német. Mádi. Magda. Magda még mindig mellé. A 13. percben járunk, a második félidőben 4-3-ra vezet a Turul. Lukács. Egerszegi. A magas színvonalú mérkőzést láthatnánk. Gól minden esetre akad, hiszen már hétnek lehetünk tanúi. Lukács volt szabálytalan. Parall Bálintot lökte meg a levegőben. Magda szabad rúgása. Elcsavarja Pusztai mellett. Dalada jócskán elkerüli a kaput. Monics. Lukács. Pusztai kint volt már.
Rádi. Magda egerszegi füleltele. Német Monicsnak dobja ki a labdát. Magda hozzá el, Monicsról megy ki. Egerszegi. Hodor. Hodor még Mádiról vágódik le. Máv gépészet szöglet következik. Lukács. Ismételhet, hiszen kis Robertről másodszor is kimegy a labda. Pusztai fekete véd óriásit, és aztán Magda húzza ki. Egyenlítési lehetőség volt a MÁV gépészet előtt. Ez azonban most kimaradt. Monics. Rugás. Szabad rugás. Monics fölé. Robert. Mádi már azt hitte, hogy lefordult róla Pusztai, ám ez nem így történt. Paral. Fekete. Ez nem talált játékos társat, mármint ez a labda. És egy kétperces kiállítás a MÁV gépészetnél. Figyelmetlenség, hiszen rossz volt a csere. Egyel többen voltak a pályán a MÁV gépészet csapatában. Így most két percig egyel kevesebben lesznek. A MÁV gépészet egy ember előnyt már kihasznált a mérkőzésen, most a turulány teheti ugyanezt. Molnár, illetve Mádi elnézést Magdának. Mádi vesztette a labdát. Bemászni a palánk mögé a labdáért. Persze, hogy nem sieti el. Bodor íveli előre. Egerszegi meg tudta csúsztatni. A labda azonban a kapu mellé vágódott. Mádi. Kis Robert. Magda, kis, gólhelyzetig még nem jutott a turul az ember előnyös szituációban. Magda. Magda távolról lő, nem is volt rossz. Egy picit azonban elkerülte a kaput. Egerszegi. Monics fejeli középre, és aztán kis Robert és egerszegi csatáját követően a turul lendülhet támadásba. Mádi mellé. A második félidő 19. percében járunk, 4-3-as turulány vezetés. Monics. Monics. Szép volt a csel, jó a passz is, Egerszegi azonban nem találja el a labdát. Ezt pedig szépen csinálták.
Szalmonics Péter. Meg is sérült az iménti akciónál, így már is cserét kért. Most letelt a 2 perces kiállítás is a Mátrépészetnél. Megúzták tehát gól nélkül a fekete-fehérek. Schneider forgolódik, míg végül Lukás szereli Kis Gábor, és aztán Schneider rúgja ki a nézőtérre. 45. percben járunk. Fekete. Kovács. Rózsa. Farkas Istvánnak fejeli, de Egerszegi pedig eltalálja Farkas István hasát. Elnézést kér. Farkas felpattan és rögtön foglalja el pozícióját egy kis pacsi után a kapu előterében. Rózsa szépen fordított. Azonban kapura törni már nem tudott, hiszen buktatták. A labda 9 méterre van a kaputól, a labda mögött pedig Kis Gábor, aki váratlanul előtte, Német azonban résen volt, épp úgy, mint most. Fordulhat a máv. Farkas, Egerszegi. Kovács mellett tolja meg, aztán megpróbált lefordulni, és Schneider érkezett segíteni. Farkas István, Rózsa. Kovács rúgta ki a labdát az oldalban, a túlra. Kiliti, Bodor, és Kilitivel szemben szabálytalankodó Schneider. Második fél idő 22. perce, egy góllal vezet a Turul Line. Ugye a Mávgépészetnek egyre sietősebb a dolga. Bodor a labda mögött, a szabadrúgásnál. Kilitit szerelték. Ő dobja be a labdát, aztán távolról lő Lukács, és nem volt rossz, hiszen a jobb kapufáról vágódott vissza a mezőnybe a labda, Fekete már verve volt. Schneider. Molnár. Lukács szerez labdát. 3 támadó, 2 védő, Lukács, Egerszegi, most már visszaérnek a Turul védői, játékosai, és meg is hiúsul a Mávgépészet helyzete. Egerszegi ellőtte a kapunak háttal, és bizony célt is tévesztett. Molnár. Kis Gábor. Molnár veszi merre, aztán lő fölé. Német kapus kirúgása, Kis Gábor fejeli vissza. Bodor. Molnár. Rózsa, Kovács, majd Rózsához kerül vissza. Némi szerencsével ugyan, de tartják a labdát a Turul játékosai egészen mostanáig, hiszen Lukács szerzi meg. Aztán most már Farkas Roland indulhatna. Rózsa érkezik vissza, és szereli. Farkas. Egerszegi. Rózsáról megy ki ismét. Mávgépészet bedobása, Egerszegi kezében a labda. Farkas Roland, és egyenlít a Mávgépészet. 4-4. A vége előtt másfél perccel egyenlít a Mávgépészet Alba Kerámia 57 Kft. Farkas Roland a gólszerző. Kérdés, megszerzi-e valamelyik csapat a győztes találatot, mert úgy érzem, hogy aki most még egy gólt tud szerezni,
hátralévő egy percben, az már megnyerheti a találkozót. Ha nem, akkor marad az X, amely tulajdonképpen egyik csapatnak sem jó igazán. A mágépészetnek persze mindenképpen jó, hiszen így is a turulány mögötte marad. És a többi csapat is. Fekete dobja ki. Molnár. Elakad a lövése. Kis Gábor, Német. Kis Gábor bedobása. Lukács. Schneider becsúszik, és szerel. És vége a mérkőzésnek. Azt hiszem, igazságos döntetlen született. 4-4 a végeredmény tehát. A gólszerzők időrendi sorrendben a 19. percben Monics szerzett vezetést, aztán Para legyenített a 25-ben, majd a Turul vette át a vezetést Rózsa Csaba révén. A 29-ben Egerszegi egyenített 2-2, majd aztán egy Kis Gábor gól. A 31-ben 3-2 a Turulnak, majd egy ismét Kis Gábor találat, ez öngól volt, 3-3. Parall a 36-ban 4-3-ra alakította a mérkőzést, majd a 49. percben Farkas Roland állította be a 4-4-es végeredményt. A legutóbbi játék héten gólrekord született, hiszen az idei bajnokságban még nem termeltek az első osztályú csapatok 59 találatnál többet. Egészen mostanáig az új csúcs 62 gól. Lássuk az összefoglalókat. Ha már az őszi idényben nem úgy alakultak a dolgok, ahogy azt a Total Food játékosai elképzelték, akkor legalább szép búcsúval szerettek volna téli pihenőre vonulni a kékfehérek. Az ellenfél a dobogóért küzdő Fedél Kft. Volt, és az erőviszonyoknak megfelelően a piros-fehér csapat birtokolta többet a labdát. A Total Food ennek ellenére bátran játszott, helyzetekig is eljutott, de a találkozó első gólját a Fedél Kft. Szerezte. Fordulás után növelte előnyét a tabella jelenleg negyedik helyén álló együttes, és a kedvét, valamint erejét vesztett Total ezután nem igazán tudott ellenállni a Fedél rohamainak. Végül a Fedél Kft. Több mint fél tucat találatig jutott, így a végeredmény 7-0. Szerintem kicsit jobban játszunk, mint bajnokság elején, de jó gólok hiányoznak, sok a hiba. Kicsit úgy tűnik szerintem, hogy önző a társaságot elő, főleg nem pasztolunk akkor, amikor kellene. Mindenki gólt akar lőni, vagy gólt szeretne. Ugye, ahogy kapjuk a gólokat, úgy meg mindig élesebb a társaság, és ebből jönnek a hibák szerintem. Igyekeztünk a végét egy kicsit rendbe rakni a társaságot, hogy legalább a búcsú szép legyen. Volt egy-két meccsünk menet közben, amit eltoltunk, de végre azért összekaptuk magunkat egy picit. A jelenleg középmezőnyben tanyázó bálogos a kieső helyen álló Cooper SC-vel nézett farkas szemet a 9. fordulóban. A kékmezes Cooper kapuját a csapat házi gól királya Nagy Péter őrizte, és ezt megérezte az együttes. A bádogos egy gólos előnyre tett szert, amit a Cooper gyorsan még egalizálni tudott, de ezután már a szervezetjátékot produkáló bádogos percei következtek, és a szünetben már 3-1-re vezettek a zöldek. A második félidőben kitámadott a Cooper, rengeteg gólhelyzetet kidolgozott, de ezeket nem tudta értékesíteni. Nem úgy a másik oldalon a bádogos játékosai, akik az ellenfél védelmének asszisztálása mellett növelték előnyüket. A bádogos végül 7-2-re verte a cserejátékos nélkül küzdő Coopert. Ez mutatta szerintem az egész éves teljesítményünket. Nagyon gyenge, ennyit tudok csak mondani. Mit vársz a téli szünettől? Téli szünettől? Megerősödést, legalább egy jó kapust és jó meccseket. És pontokat is. Ez inkább egy kötelező győzelem volt, de hát nem is erre készülünk mi, hanem a vasárnapi meccsre, amit a bírói műhiba miatt újra játszunk. Nekünk azt kell megnyerni, és akkor azzal tudunk igazániból újra visszamenni az élbolyhoz. A 9. sűnés barátai, valamint a 11. Fevita összecsapása fordulatos első félidőt hozott. A találkozó elején Sünion góllal vezetett a sárga mezes Fevita, majd a baráti társaság mutatta az erőt és pillanatok alatt fordított. A fehér mezesek növelték előnyüket, majd a hűtőgyáriak kapcsoltak rá, és előbb felzárkóztak, egyenítettek, sőt a félidő zárása előtt már az újoncnál volt az előny.
A folytatásban is egyre másra rugdosták a gólokat először a Fevita játékosai, és hamarjában már 5 gól volt a különbség a két csapat között. Egyik oldalon sem vesződtek túl sokat a videkezéssel, és a hajrában felzárkóztak Bozaiék, ám egyenlíteniük nem sikerült. A Fevita végül 10-8-ra nyerte a mérkőzést. Hát a tavalyi évhez képest sokkal jobban szerepeltünk, hiszen tavaly 5 vagy 6 pontunk volt, fél évkor azt hiszem, hogy 5 pontunk volt, most pedig 13-nál tartunk, tehát lényeges a javulás, és hogyha úgy szerepelünk megint a tavaszi szezonban, mint ahogy tavaly sikerült, akkor nem hiszem, hogy probléma lesz a bentmaradás. Ugye a végére már ugye leeresztett a csapat, de ugye rúgtunk két olyan gólt, amivel ugye visszahoztuk magunkat az eredeti állapotba, hogy kezdtünk, hát és így sikerült megvettük a mérkőzést. A tabella első helyén álló Aprilia Motoros volt az élmezőnyben szereplő C plusz V-vel találkozott. A mérkőzés elején a fehérmezes Aprilia birtokolta többet a labdát, de mégis a C plusz V szerzett vezetést. Az idő múlásával a fiatalos lendület eredményre vezetett, és még a szünet előtt fordítottak Pál fiék. A második félidőben növelte előnyét az Aprilia, és meghiúsítva a C plusz V próbálkozásait, a mérkőzés végéig tartani is tudta ezt. Az Aprilia Motoros volt 4-2-es győzelmével, 100%-os teljesítménnyel zárta az őszt. Főképp a küzdelem dominált a Polyák BT maratonsport összecsapáson. Az első félidőben a Polyák BT beszorította ellenfelét, de a kialakított helyzetekből nem sikerült gólt szerezni. Nem úgy a maraton csapatának, amely az árt védekezésből indított kontrákból 2 gólos előnyt szerzett az első 25 percben. A folytatásban is a Polyák BT veszélyeztetett többet, és ekkor már siker koronázta a próbálkozásaikat, hiszen 10 perc alatt 2 gólt szerezve sikerült egyenlíteniük. A mérkőzés záró szakaszában mindkét gárda megszerezhette volna a győztes találatot, de a lehetőségek kimaradtak, így a Polyák BT maratonsport összecsapás 2-2-es döntetlennel zárult. Rengeteg helyzetet kihagytunk, úgyhogy valahol jogos a 2-2. Ha nem rúgtuk be a helyzeteket, így más eredmény nem születhetett. Meg lehetett volna nyerni ezt a mérkőzést. Én úgy érzem, hogy mezőnyfölényben volt az ellenfél, de itt a végén azért voltak zicsereink, amivel eldöntöttük volna. Sajnos nem sikerült. Az egy pontnak is örülni kell végül is. Egy gyors gólváltással indult a Bonbon Bolt Klub Feca találkozó, majd a 13. percben következett a mérkőzés kulcspillanata. A Klub Feca Balog révén ismét megszerezte a vezetést, de a gólszerzőt a játékvezető szövegelésért végleg kiállította. Az emberelőnyben játszó Bonbon percek alatt megfordította az állást, de a félidő utolsó percében némileg váratlanul sikerült a Klub Fecának egyenlítenie. A második játékrészben aztán a Bonbon türelmes játéka meghozta gyümölcsét. A kijátszott helyzetekből 4-et is sikerült kihasználniuk, így végül 7-3 arányban legyőzték a meccs nagy részében emberhátrányban lévő Klub Feca gárdáját. A 9. forduló eredményei: Total Food Fedél Kft. 0-7, Bádogos Kúperest C 7-2, Sünés Barátai Fevita 8-10, Aprilia Motorosbolt C plusz V 4-2, Turuline MÁV Gépészet 4-4, Polyák BT Maratonsport 2-2, Bonbon Klub Feca 7-3. Az Aprilia már befejezte az őszi küzdelmeket, első helyen zárta az őszi idényt 39 ponttal, második a Fedél Kft. 25, még harmadik a Bonbon 24 ponttal, de a MÁV Gépészetnek is 24 pontja van a negyedik helyen. 5. a C plusz V, 6. a Turuline, 7. a Bádogos, 8. a Klub Feca, 9. a Sünés Barátai, 10. a Polyák BT, a jelenleg kieső helyeken álló csapatok pedig 11. a Fevita, 13, 12. a Kúperest C 9, 13. a Maratonsport 7 és 14. a Total Food 5 ponttal. Az 1B-ben a következő eredmények születtek: a Trák Koral mérkőzést 3-0-ra nyerte a Trák mérkőzés nélkül, a Dekkel 3-1-re verte a Fészeképítőket, Ságépítők Mástészta 0-1, FC Chelsea Fehérvíz 1-3, Széphő Oksitos 5-1, Zöldker Placbau 4-2, B Ördögök Hungária Taxi 3-9. A bajnokság őszi idényét a Fehérvíz zárta az első helyen 39 ponttal, második a Dekkebo 28, míg harmadik a Track Trailer 28 ponttal, negyedik a Mástészta 22 ponttal. Aztán 5. a Széphő, 6. a Zöldker, 7. a Chelsea, 8. az Oksitos, 9. a Fészeképítők, 10. a Korral, 11. a Ságépítő RT, 12. a Bőrdögök, 13. a Hungária Taxi és 14. a Placbau. Kedves nézőink, a 2002-2003-as első osztályú kispályás labdarúgó bajnokság őszi idényéből már csak 4 mérkőzés van hátra. A 10. forduló elmaradt találkozóit december 22-én vasárnap játsszák le.
Ekkor a Fevita a Poyák BT-vel, a Maratonsport a MÁV gépészet Alba Kerelme 57 Kft-vel, a Bondon pedig a Turul Line-nal csap össze, és újra játsszák a bádogos Poyák BT mérkőzést is. A műsor már csak januárban jelentkezik, így engedjék meg, hogy kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánjak minden munkatársam nevében. Műsorunk végén köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!